Mindig nehéz erkölcsi kérdés, hogy beleavatkozzunk a természet dolgába. De én most úgy döntöttem, hogy beleavatkozok, és meg akartam menteni. Szaladj, kisegér! Hello, én Mixlevi vagyok, és lassan a furgonos túránk végére érünk. Ha nem tudod, hogy miről beszélek pontosan, akkor ide belinkelem neked, és megnézheted az egész utazásunkat, ha érdekel. Most pedig átváltottunk heti egy digitális nomád üzemmódra, ugyanis még úton vagyunk, de már dolgozunk, úgyhogy most éppen egy kávézóban ütjük el az időt, meg a munkát. Aztán lassan-lassan hazacsorgunk, valószínűleg ez a többnapos hazacsorgás, meg néhány látnivaló megtekintése még a hátralévő időben lesz ennek a epizódnak a témája és tartalma, úgyhogy remélem, hogy velünk tartasz. Szorgalmas hangyaként lenyomtuk a műszakot, és a munkaidő letelte után egy kis felfedezést végzünk Salzburg városában, ugyanis azt még nem mondtam, hogy Salzburgba dolgoztunk ma, és egy pro tippet adok, hogy itt nagyon-nagyon jó a városi könyvtár, végén oda fellógtunk, vagyis a délutáni etapra, és akkor ott adtak áramot, meg nagyon szép volt a kilátás, és aztán még a panoráma teraszra is felmentünk, vagy mi az panoráma kávézóba. Ott is nagyon kedvesek voltak, és ott ilyen hátrányos helyzetű emberek dolgoznak, úgyhogy jó ügyet is támogattunk azzal, hogy drága osztrák kávét fogyasztottunk, de ez is elősegítette azt, hogy hatékonyabban végezhessük a munkánkat, és most pedig ez a jutalom. Gyors információ! Ez a sárga ház itt mögöttem, Mozart szülőháza. Gondoltam, hagyok egy kis hatásszünetet, hogy végig gondolt, hogy ezek után, a stittek után mi a rossz sebet keresek egy fürdőszobában? Na, hát Zsófinak lakik itt Salzburgban egy ismerőse, ráírtunk, találkoztunk, aztán elmeséltük a kis sztorinkat, és mondta, hogy hát, jöjjünk föl, és nyugodtan zuhanyozzunk itt meg nála, és akkor nem kell a kerti hideg zuhannyal a busz mellett zuhanyoznunk. Úgyhogy én most itt egy csodálatos zuhanyt fogok elfogyasztani, aztán egy vacsorára is meghívott minket Zsófi barátnője, és aztán, amikor legközelebb találkozunk, akkor nekem már holnap lesz, és egy újabb digitális nomád napot fogunk eltölteni, de már nem Salzburgban, hanem valahol Hallstatt környékén. Úgyhogy tarts velem továbbra is. Vagyis velünk! Na hello, visszatértem! Ezt figyeld! Itt egy kisegér, meg egy macska. Pst! 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 Mindig nehéz erkölcsi kérdés, hogy beleavatkozzunk a természet dolgába. De én most úgy döntöttem, hogy beleavatkozok, és meg akartam menteni. Szaladj, kisegér! Ez a hülye itt van. Vissza fog jönni a macska, hát menjél már! Szóval én beleavatkoztam most. A kisegereket jobban szeretem, mint a macskákat. Úgyhogy ennek a kisegérnek megpróbáltam segíteni. És elűztem ezt a macskát. Na mindegy, remélem elszalad. Én megtettem, amit tehettem, de még mindig ott dekkolt. Na, hogy milyen világban élnek itt ezek az osztrákok. Jövök, sétálok most itt, megláttam, hogy ott van egy telefon, sluszkulcs, izé, mit tudom én. Mi a rossz sebez? Semmi. Ott ez a csávó. És hát ez mi volt ez a hang? Na most meg elkezdett a macska fulladozni, meg zihálni itt. Érzi, hogy rosszat tett. Na,
Szétszaladt a történet. Szóval oda letette a kulcsát az ember, meg a telefonját, és akkor szépen edz. És ezt itt így meg lehet tenni. És ezt én imádom. Hogy itt ilyen az élet. Hát ez a marha kisegér meg még mindig itt van. A macska meg jön vissza. Figyelj már, haver! Pislog, még él. És itt a macska. Menj innen! Hát nem értem, de azt hiszem, hogy elengedem a történetet, mert nem fogom itt egész nap őrizni ezt a kisegeret. Menj már el! Fuss! Ez az! De ne arra! Oda be a dzsindzsába! Menjél! Menjél! Itt várja a macska. Ez a rohadék. Na jó, hát kiszálltam a történetből. Nagyon érdekes volt, de el kell engednem. Bocs, kisegér! Hát, a tegnapi sorozatos szerencse után ma inkább sorozatos balszerencsénk volt, ugyanis nem nagyon találtunk olyan helyet, ahol tudtunk volna dolgozni. Hoppá, kiskölyök meg mindjárt beleesik a vízbe. Mindjárt mutatom, hogy hol, csak még azt akarom elmondani, hogy először tényleg beleesett. Éppá! Na várjál, segítek neki! Kom! Éppá! Jó, köszönöm! Danke schön. Danke. Sie haben ein Video auch. Danke. Bitte. Na, másodállásba profétának elmegyek, mert ahogy mondtam, bele is esett a kölyök. Életmentés után gyors összefoglaló, mai napunk egészen jól indult, találtunk egy kávézót, ahol tudtunk dolgozni. Viszont onnan elkezdtek nagyon-nagyon kinézni minket, úgyhogy továbbáltunk. Közben lefogyott az internetünk, mert Zsófinak valamit beszart az Outlook, elkezdett frissíteni, internet nyánye partizánye, úgyhogy elkezdtünk wifi-t vadászni, meg nyilván olyan helyet, ahol van konnektor. Úgyhogy ez egész nagy részét kitette a délutánunknak, meg az, hogy utána ő dolgozott, viszont most már a jutalom résznél tartunk, azaz útközben megnézünk szép helyeket, és most éppen Hallstattot vesszük szemügyre, ami egy fantasztikus környezetben lévő kisváros. Ahogy láthatod mögöttem, óriási hegyek vesznek körbe egy tavat, és a tópartján meg ott ez a kisváros, ami szépen a domboldalon terül el, úgyhogy nagyon szép kívülről is, és mindjárt megnézzük, hogy mennyire szép belülről. Rottyantjuk meg? De hát nem. Miért nem? Hülye, már le egyes. Hát sajnos elkövetkezett az utolsó napunk. Szerencsére ez utolsó éjszakánkat egy rendkívül idillikus helyen tudtuk eltölteni, rendkívül jó körülmények között. Ugyanis ez a kis helyszín itt teljesen ingyenes és legálisan itt alhattunk, illetve egy kis épületben a világ legtisztább zuhanyzójában és WC-jében végezhettük a dolgainkat fél, illetve egy euróért, úgyhogy ez rendkívül, hát nem is tudom, hogy éri meg, de hát tudom, mert igazából itt van egy ilyen lakóautó biznisz, és hát nekik biztos tök jó reklám, hogy van egy ilyen kis helyszínük itt, és akkor igazából
tök jót éjszakáztunk, és ma megyünk Grazba dolgozni. Ott egy ismerősöm ajánlott tuti biztos helyet, ahol be tudjuk dugni a laptopokat, és lesz internet is, úgyhogy ott fogunk dolgozni, aztán egy kis városnézés lesz még munka után Grazban, aztán indulunk haza. Úgyhogy remélem erre a záró etapra még velem tartasz, hát ha sikerül valami vicceset mondanom végre. Jutottunk ahhoz a részéhez az utazásnak, hogy már nekünk csak egy vacsi meg a hazavezetés maradt, úgyhogy ezzel a részével nem foglak untatni téged, csak szeretnék egy csomó köszönetet nyilvánítani elsősorban Janinak és Editnek, illetve Editnek és Janinak, akik lehetővé tették számunkra, hogy egy ilyen szuper utazáson vegyünk részt a kis furgonjukkal, és nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki segített nekünk abban, hogy ez az utazás olyan szuperül sikerült, amilyen szuperül sikerült. Például Zoli Explorernek is nagyon-nagyon köszönöm, hogy vendégül láttak minket, és körbe kalauzoltak azokon a részeken, amiket ők már ismernek. Nézz át majd az ő csatornájukra is, ha még nem tetted. És még valakinek szeretném megköszönni, az pedig te vagy. Kösz szépen, hogy velem tartottál ezen az utazáson, és remélem, hogy tetszett és élvezted, és lájkoltad a videókat, meg ezt is fogod, és feliratkozol, és akkor találkozunk még. Mi nem sokára hazaérünk, és én elkezdek újra videókat készíteni, tutoriál verziókat is, meg minden másféle videókat is szeretnék csinálni, úgyhogy remélem, hogy majd azt a munkásságomat is követed. Még egyszer kösz, hogy ma itt voltál velem, és találkozzunk legközelebb is. Ciao!